egyik legkiemelkedőbb minta országa lett több tekintetben. Pedig hát nem így volt, gyakorlatilag időszámításunk előtt 1000-ben már itt voltak, tehát időszámításunk előtt 1000-ben már itt voltak a mai lakosok, a finn ősök, tehát ténylegesen őshonosak, őslakosok, délnyugaton ugye Helme és Suomi tartomány, keleten pedig a karélok, mint akkor még abszolút nomád törzsi közösségben élő csoportok lakták ezt a rettentő vadtájat. A Finnöböl partján lévő település, szigeteken, félszigeteken, öblök partján mintegy 184,5 négyzetkilométer a szűkenvet belvárosnak és szűkenvet Helsinkinek a területe, nem olyan túlságosan nagy, de hogyha hozzávesszük a szorosan hozzátartozó külső kerületeket is, agglomerációt 450 négyzetkilométeres területen húzódik, közel 500 000 lakost számlál a szűk terület, és hát ennél persze jóval nagyobb, csak nem 1 millió lakos számlál a teljes agglomeráció, itt a legsűrűbb a lakosság gyakorlatilag. Mint egy 54 város részre oszlik a település, itt a rengeteg szigetre, félszigetre, öblök partjára települő település, két nyelvű feliratok lesznek mindenütt, mert jelentős számú, mint egy 10%-nyi svéd lakosa van, és egy kisebb létszámú orosz anyanyelvű. Váza Gusztáv volt az előbb említett uralkodó, aki alapította 1550-ben ezt a települést a Vanta folyó partján. Végül is 1640 hozta el a változás, amikor is Pietari Brahe nevű kormányzó, akit Krisztina királynő ültetett a kormányzói székek, nagyon rendes volt a finnek, ez fejlesztette, tele városokat alapított, a kikötőket fejlesztette, tehát a nagyon jó és nagyon kedvelt kormányzójuk volt a finneknek. Hát először ugye 1812. április 8-án első Sándor cár volt az, aki Helsinkit fővárossá tette, addig Turku, a svéd nyelvén Åbo városa volt a fővárosa, vagy a központja a finn tartománynak, vagy a finn hercegségnek. Na, a lényeg az 1812-ben már első Sándor cár ide teszi a Finnöböl partjára, nagyjából a középtájra, a kelet-nyugati határrendet figyelembe veszük a főváros, mondván, hogy ez mégiscsak közelebb van Szentpétervárhoz, mint Turku. Tehát gyakorlatilag csak a második világháborútól, amit tehát mi itt látunk, ezt a töretlen fejlődést, a második világháborútól kezdődő társadalmi, létpolitikai és gazdaságpolitika eredménye. Területileg terjeszkednek a várostól távolabb, a külvárosok felé, elsősorban ugye a szigeteken, félszigeten gyönyörű szép tavak, folyók, öblök, tengeröblöknek a partján szertágozott óriási nagy területen. Itt már egy picivel hosszabbak a nyarak, mint mondjuk északabbra Rovinémjébe. Itt is kemény a tél, de azért már nem 40 fokok, azért a 20 Celsius fokos mínuszok keményen vannak. Helsinki a Finnöböl partján fekszik, a Finnöböl szinte már majdnem teljesen édesvíznek tekinthető, olyan mértékű, hogy az édesvíz utánpótlás, az amúgy is gör és párolgású területeken, tehát alig van sótartalma. Itt a Finnöböl partján fekvő városban is olyan vastag a jég sokszor, hogy bizonyos városi részek között magán a jégen bizonyos autóbusz vonalak a jégen át is közlekednek május, az, amikor tényleg a tavasz beköszönt. És hát ilyen október második felétől már azért megindul a hideg, havas, esős, illetve hideg, havas, jeges, hosszú tél. Első Sándor orosz cár a fővárost ide áthelyezi Turkuból, hogy közelebb legyen a Szentpétervárhoz. Jelentős számú orosz ortodox lakos költözik, telepszik meg itt Helsinkiben, vagy tartósan, vagy ideiglenesen, és akkor kezdik meg ezt a nagyon-nagyon, hát nem akkor kezdik meg, hanem később, 1862-ben kezdik meg, és 6 éven keresztül építik ezt a fantasztikusan szép ortodox templomot. Uspenszki székesegyház, belülről nagyon szép ikonosztázok vannak, nagyon szép márvány oszlopok középen, és a természetesen az aranyozás az igazi, a kupolák 22 karátos arannyal vannak bevonva. Mind a mai napig is van
egy viszonylag jelentősebb szám, ugye 1-2%-nyi ortodox vallású lakos a Helsinkinek az orosz idők hagyományaként. Helsinkinek a tényleges központjában vagyunk, a Szenátus téren. Ugye ez az a klasszikus tér, amit mindenki már jól ismert különböző kiadványokból. Önökkel szemben a Székesegyház található. Természetes, amit most látunk, minden Karl Ludwig Engel, a Szentpéterváron alkotó építésznek a keze munkája, aki, amikor a cári Oroszországhoz tartozott már Helsinki, akkor az épületeket, a központi épületeket, nagyon sok mindent ő tervezett. 1818-ban kezdte el tervezni a Székesegyház épületét, de csak 1832-ben rakták le az alapokat, és 1850-ben sikerült felszentelni. Meglehetősen sokáig épült, de még mindig nem olyan sokáig, mint a koppenhágai márvány templom, ami 150 év volt. De mint ahogy láttuk, annak a kupolája, a rövid tömzsön milyen groteszk volt, itt meg egy kicsit furcsának tűnik a hatalmas nagy épület, ami viszonylag kisebb kupola. Ez is takarékossági okból történt, hogy végül is a hatalmas nagy épületre egy kisebb kupolát húztak, ezért ez az aránytalanság. Nem is ott van a harang, mert nem bírná el a harangot, úgyhogy a baloldali oldaltoronyba itt lent van a harang elhelyezve. Az az érdekes még ezen a gyönyörű szép fehér templom, a protestáns templom, evangélikus templom természetesen, hogy ennek megfelelően a belse is teljesen letisztult, hófehér és néhány reformátornak lehet látni benne a szobját, Luthernek, Melanchtonnak, Agricolának. Ezen Dániában mi asszonyunk templom, amikor bementünk, ugye abba a szép templomba, hatszor leégett, hatszor újraépített, és ott voltak Bertel Torvaldsennek a Krisztus és a 12 apostol, ugyanezek. Lento hiekkaa vaikka silmiini mä saan, matkoillani kaukaisuuteen ääriin maan. Hetkeäkään mä kadu en, elämässä hapuillen. Olen kotonani siellä minne menen. Sydämeeni aina turvapaikan teen. Vaan sinut muistan ikuisesti, muistan elokuumme sen. Kun kumpikin luuli, että luontoa uhmaten toisiinsa vois kiintyä. Halla ja etelä tuuli, halla ja etelä tuuli. Niin kumpikin luuli. Ala villamailla siellä jossakin, olet päätöksesi varma, toivon niin. Saapuessa korkeaan, näet taivaan vihmovaan, kaipaat talvea ja talven pimeää. Armotonta, tähti kirkkaan selkeää. Vaan sinut muistan ikuisesti, muistan elokuumme sen. Kun kumpikin luuli, että luontoa uhmaten toisiinsa vois kiintyä. Baloldal pedig a jégkörű hajó, kettő-kettő. Lenin atomi égkörül. Nem, 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 ez két hajó egymás mellett. Hatalmad a hatás. Jól zsítesi, milyen? De majd pedig most érünk a köztársasági elnöki palotára, jobb oldalt található az épület. Most újították föl, most évekig be volt csomagolva, most már szépen lehet látni. Ugye ez egyszerű, semmi franc, nem a budai várban.
hanem a piacnál. És tudod, a felső bíróság épülete jobb oldalt, illetve most először a svéd nagykövetség, és most pedig ez a kék épület, ez a városháza, ez a kaszinóból lett városház 1960-as évek után alakították át. A áruházak egymás mellett, de a merőleges utcákban is szinte teljesen bevásárló negyed innentől kezdve, meg még hosszan tart, amikor majdnem útra látérjük onnantól kezdve is. Runebergnek a szobra bal oldal található, a svéd nyelven írta a országnak, Finnországnak a himnuszát. És egy csodálatos gazdag paloták, polgárházak, nagyon-nagyon sokféle stílusban, magát az esplanádit is Engel tervezte. Jobbra is, ha benézünk, itt is a horvát autókat és áruházat egymás után. Jobbra. Ott van a köpcsének a földön, és csak ott jól megvan nézni. Ja, most rakják le a csöveket? Ja, de az mindenféleképpen fűthető, ez tényleg látszik. Nem tudom, az új test is úgy van-e megcsinálva. Nem is láttam még ilyet, hallott, hogy így alá van csalázva az utca. Ja, ez amit most még tettek egy csöveket? Ott van, nem? Csak hogy a kiadóknak a vége. Értem. Csak úgy mondom, ez a finnországi Pecsa, az az ifjúsági Petőfi csarnoknak, ugye mi most márnak vége. Jobb oldalt a kovácsoknak a szobra, mert azoknak is lehet szobrot állítani. Tehát jobb oldalt ez az ifjúsági ház, a mi Petőfi csarnokunknak megfelelően, és hát jobbra balra tovább is az áruházak sorozata. Igen, a pályaudvarhoz érkezünk, majd balra előttünk jelenik meg az ország első vasbeton szerkezetű épület 1919-ben építették, és a jellegzetes arculata sok utipében látható, hogy négy egy gömböt, mint egy lóbuszt tartó szobor látható majd a főbejárata előtt. Erre fogunk vissza is jönni, most csak egy kört fogunk tenni, tehát jobb és bal oldalra egyaránt lehet majd látni. Balra a Vltava, vagy Moldva nevezetű étterem, hogy kerül az ide, de... Hát úgy, hogy cserélt. Cserélt, igen. Balra lesz látható a jobb oldalt az antennás, balra pedig a park túlsó felében a Nemzeti Színház, a szürke gránit épülete. Látjuk a Nemzeti Színház szürke gránit épületét. ...1902-ben épült a nemzeti romantika stílusjegyeit, kicsit historizáló stílusjegyeit viseli magán, és előtte fogjuk majd látni a finn híres drámairól Alexis Kivi szobrát. Mindjárt most megfordulunk, itt bal oldalt pedig az Athénaum Képzőművészeti Múzeum. Ez a jobb oldali hatalmas egy előadó termet, ez pedig most építették, tavaly ez még nem volt teljesen kész, koncertterem. A bal oldalt a Nemzeti Múzeum historizáló épület, és jobb oldalt azért állunk meg egy pillanatra. Sajnos, hogy említettem, nem igazán lehet látni, Alvar Aalto szintén a Finlandia palota, a híres Finlandia ház 1971-ben készült el. Alvar Aalto tervei szerint hangverseny és kongresszusi központ. Kararai fehér márványból van a épület, mint egy 94 ezer köbméteres belső légterű a nagy terem, 1700 fő befogadó képességgel, plusz még van kamaraterem és 15 kisebb terem, 3 hal, tehát nagy hatalmas, nagy kongresszusi csarnok. Nagyon szép tóra néz a homlokzata, gyönyörű szép parkkal, sajnos ilyet mi innen csak a hátát láthatjuk, de nagyon jelentős épület.
következik, egy fotószünetre le is szállunk, Pávol Dormi szobránál 1897 és 1973 között élt, 9 olimpiai aranyérmet, mert tudhatott magának 25 világcsúcsot. És hát az olimpiai stadion, amit pillanatokon belül majd meglátunk, hogy az 1952-es olimpiának a helyszíne, a stadion 50.000 fő befogadására alkalmas, magasra nyúlik a 76 méteres magasságú tornya. És ugye itt volt az, ahol 16 aranyérmet szereztünk, 10 ezüstöt, 16 bronzot, és így a jobb oldalt az operaház, a Helsinki Operaház, ugye Kopenhágainak föl is másztunk a az oszlóinak föl is másztunk a hátárát, ugye ez nem annyira tetszetős, de mégis csak ez az operaház, és balra most már stadion látszik a tornya, tehát az érem táblázaton harmadikok lettünk, és hát meg is érkeztünk a Sibelius emlékműre. Pillanaton belül kiszállunk. Elia Hiltunen volt az, aki pályázaton, egy nemzetközi pályázaton indult 1960-ban, és akkor még nem nyerte el a emlékmű pályázatát, azonban a 3 évvel később a nemzetközi zsíri megváltoztatta a döntését, és Hiltunennek adta a lehetőséget. 4 esztendőn keresztül készítette a művész a acél hengerekből álló jégcsapokra, illetve az orgona sípokra emlékeztető emlékművét. Még itt a Szenátus tér, az olimpiai stadion, illetve a Sibelius emlékmű és a Szikla templom. Ugye ez a 4-es, ez nem maradhat ki, hogyha valaki Helsinkibe csak egy rövid látogatásra érkezik. Ugye a Szikla templom különleges, egy gránitba fúrt és robbantott üreget végül is. Nem templomnak építették, ez más funkciót szántak neki, csak egy idő után végül is úgy döntöttek, hogy ez egy, legyen egy templom, tehát később döntötték el a funkcióját, mert a sziklába vájt üreg. Végül is befették üvegtetővel, amelyben spirálisan részvezetéket húztak ki, amelyben elektromos áram, egyre fűtőszál van, és így a tető az állandóan leolvad a hó, és így a nap a súlya nem roppantja össze az üveget, és fantasztikusan jó az akusztikája, úgyhogy nagyon sok hangversenyt tartanak a Szikla templomban, illetve esküvőknek a kedvelt helyszíne. Kauan sitten
Nos, tehát igazán van hangulat ennek a Finnöböl parti városi szakasznak, igazán a természetfelezék, igazán a kikapcsolódásnak az előttintek, itt lehet fürödni is, van szabadsan is. És ez pedig ez a modern városnegyed, itt az ipari hajógyári közegben, ez 1-2-3 éve alakult itt ki. Különböző hajóknak van még itt a társaságnak a terminálja, megbújva a házak a modern épületek mögött, tehát olyan iszonyatos tempójú fejlődés indult meg itt ebben a délnyugati város részben is, és mögötte pedig a hajógyári dokkok bújnak meg itt az épületek háta mögött. És hát itt jobban is látszik, hát ez a gránit felszínet, erre épülnek az épületek, hát ez a hajógyári terület baloldalt. És hamarosan látjuk majd ezt az óriási dokkot, ahol a világ legnagyobb óceáni luxus hajóit is gyártják többek között. Ez egy viszonylag rendszeres, bár ekkorát még nem láttam. Hétköznap, majd mindjárt jobb oldalt itt a kanyarban lehet látni. Jobb oldalt, és a hajózási, tengerhajózási hivatal alatt jobb oldalt, és itt is egy vásárcsarnok, és előtte egy óriási nagy bolondpiac. Bal oldalt pedig a hajógyári dokk. Látjuk, hogy belső Helsinkiből kijöve hasonlóképpen, mint reggel jövesküléve, csak nagyobb változatban a különböző félszigetek, szigeteket egy városrészt alkotnak. Itt az ottaniemi városrészhez tartozik, ami az olimpiai falu volt, gyakorlatilag a számunkra abszolút majdnem átlagosnak tűnő lakóépületekből áll, ugye ez az 50-es évek elején épült városrész, hát csak hogy ugye az a mód, az a környezet, ahogy és ahová építették, tehát az erdőben, a ligetekben, annélkül, hogy különösebben a természetet háborítanák. Tehát ez az a rész, itt van ennek a Tapiola város résznek a központja. Évek helyén ősekrestjével, majd később 1300-ban hőtemplomot építettek, illetve 1300-ban szentelték fel az ide épített hőtemplomot. Majd az 1318-ban a Novgorodok felégették a várost, majd az újraépítés után a hanzagótika mintájára épült fel ez a több hullámban természetesen a szép óriási katedrális. Tűzvészek is pusztították, közben rájöttek, hogy nagyon sok oldalkápolnát építettek a templom mellé, és ezért az ablakokat így eltakarták, ezért meg kellett magasítani az oldalfalakat, és ezért ilyen fantasztikusan nagy, magas, maga a háromhajós templom belső tere is.
1509-ben ugye a dánok kirabolják, majd utána jön a reformáció, a tűzvész ellenére, hogy megmaradtak ilyen régi kerenda épületek, szintén ez az oroszos hatás le se tudnák tagadni. Egyébként hiába svéd város és hiába tehát a svéd királysághoz tartozott, az utolsó 1812-től kezdődő orosz hatás dominál elsősorban Turkun. Megpróbálunk egy kört azért tenni a város belső hangulatával is legyen azért valamiféle képünk, még mielőtt kimennénk a kikötőbe. Nuorista kuuluu se polkan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Saliveli hipput, tukput, tappu, täppy, tipput hiljalleen. Ievan suu oli vehnäsellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä paikoo märkyys haittaa, sillä taskoo lähiästä laitaa. Salvili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Ievan äiti se kammarissa virsiä veiselta huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöä nuijutti. Eikä tätä paikoo ämmät haittaa, sillä kalskoo lajiasta laitaa. Salvili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Hát a város egyik főutcája, nem különösebben szép, talán azt lehet mondani, még beleértve Rovaniemit is, Oulut is, Jyväskylét is, én szubjektív megjegyzésem, hogy Helsinkit is, hogy talán Turku az, amelyik a legkevésbé tűnik vonzónak, legalábbis látvány tekintetében. Egy élhető, nagyon jó pofa város, de legalábbis ez a belső város mag, ez nem egy túlságosan különleges jobb oldal, de ez majd látható a nagy piactér. És ahogy átérünk a piactéren, akkor szintén jobb oldalt a sarkon a svéd színház, a sárga épülete rögtön veri róla gyengel tervezte, mint hogy a jobbról látható templomot is. Tehát ez a nagy piasztér, hát nappal itt nagy tömeg van, természetesen hasonló, mint Oulu-ban vagy Helsinki-ben volt. A svéd színház jobb oldalt. És bal oldalt, ugye most megismételt a vásárcsarnokok, jellegzetes stílusáról könnyen megismerhető itt baloldalt, hasonló, mint az Oulu-i, meg a Helsinki, csak kisebb. Hol érdemes majd jobbra-balra tekinteni, milyen kellemes hangulata van ennek a vízparti résznek. Jobb oldali szakaszig tudnak eddig a hídet tudnak bejönni a nagyobb hajók, bal oldalon már csak a kisebb jachtok. Emellett most itt látjuk, hogy több párpolcos hajók szoktak menni. Tehát most teszünk egy ilyen kört, hogy érzékeljük a aura folyó környékig aurát. Tovább mentünk volna az előbb az alagúton, másik alagúton, akkor a Paavo Nurmi stadionhoz jutottunk volna. Jossain on lepojälkeen kaiken vaivan.
az 1200-as években kezdték építeni, később több alkalommal bővítették, külső és belső vár külön található, de sajnos bevenni nem igazán tudunk, ilyenkor már nincs benne a kapuja, de aki nincs nyitva a kapuja, de ha valaki szeretné, akkor körbe sétálhatja egy utolsó kis pár perces sét, egy 5-6 perces sétával körbe lehet sétálni Finnországban egy utolsó programelemként, hiszen ez a vár volt gyakorlatilag a svéd időszakban a turkui kormányzóság vagy hercegség központja. Taas mieltä matabu, et on näytä ikihäs kiitin.